A heti napló egy hét alatt minden túlzás nélkül több ezer üzenetet kap. Facebook, Messenger, Insta, e-mail, rengeteg, ez szinte feldolgozhatatlan a mennyiség. Sokan olvassuk ezeket, és mindezt csak azért mondom el, mert így olvasva is feltűnő, hogy mennyien kérik tőlünk, hogy folytassuk Kertész Ágnes történetét. Mi van vele? Közel fél éve van börtönben. A kegyelmi kérvényét még mindig nem bírálták el, az ügyvédei pedig hatalmas iratanyagot készítettek elő, ugyanis per újrafelvételre készülnek. Most már negyedik hónapja, hogy itt vagyok. Nem könnyű. Nem könnyű erről beszélni sem. Van egy kis naptáram. Ez a hanyadik nap? Hát ez konkrétan a 126. nap. Írtam is neki, hogy milyen lelkiismeret furdalásom van, hogy most miattam alakult így a sorsa, és írta, hogy neki nem kell sem jobb, sem boldogabb, hanem neki én kellek. Borítékra ráírta, hogy anya, és kérte mamát, hogy mami, te írd rá a címet, és ráírta, hogy Budapest. Meg kell tanulni, hogy a mostban éljünk, hogy ne a múltat, meg a jövőn se gondolkodjunk, hanem most abból hozzuk ki a legtöbbet, ami épp most van. Kertész Ágnessel másodszor találkoztam a börtönben, utoljára még májusban, de készítettem vele riportot akkor, amikor még kint volt, és akkor is, amikor bevonult a börtönbe, sőt akkor is, amikor már a börtönből szállították fel egy tárgyalásra Budapestre. A most már 30 éves nőt, Kertész Ágnest fél évvel ezelőtt ismerhették meg, amikor először bemutattam a történetét a heti naplóban. Ha esetleg lenne olyan önök közül, aki nem követte ezt a riportsorozatot, annak röviden összefoglalom, miről is van szó. Ágnes 5 évig élt egy olyan kapcsolatban, ahol mindennaposak voltak a fizikai és a lelki bántalmazások. Miután megszületett a kislányuk, Ágnest az élettársa gyakorlatilag mindentől és mindenkitől elzárta, fenyegette, alázta. A pszichiátriai szakvélemény szerint a férfi narcisztikus és hisztrionikus személyiségzavarra küzd. Ez az egész olyannyira elfajult, hogy egy este Ágnes elmondása szerint az történt, hogy a férfi drogot fogyasztott, majd megszúrta magát, rátámadt a nőre, aki visszatámadott, majd a szomszédok hívására kiérkezett a rendőrség. A férfi állítása szerint pedig Ágnes bedrogozta őt, majd rátámadt egy késsel, és többször nyakon szúrta, meg akarta ölni. A bíróság a férfi álláspontját fogadta el, így történhetett meg az, hogy Ágnest 10 év letöltendő börtönbüntetésre ítelte a bíróság előre eltervezett emberölési kísérlet miatt. Tudom, erre nagyon nehéz válaszolni, lehet, hogy lehetetlen, de mennyire nehéz itt bent embernek és nőnek megmaradni? Nem könnyű a kérdés, talán a válaszon még nehezebb. Nem hogy nőnek, de még embernek is nehéz itt megmaradni. Nagyon összetett társaság van itt, és meg kell tanulni, tolerálni mindenkit, illetve alkalmazni. Ez a hiányérzet mellett talán ez is egy nehéz téma. A riportokban többször is láthatták már Várhelyi Tamást, Dajbukát Balást és Kléber Istvánt is. Ők azok, akik átvették Ágnes védelmét, és hónapok óta küzdenek azért, hogy bebizonyítsák, Ágnes ártatlanul ül a börtönben. Most újra leültem velük beszélgetni, mert időközben megkapták azokat a helyszíni fotókat, amelyeket eddig a bíróság valamiért nem bocsátotta rendelkezésükre, mondván, hogy a CD elromlott, nincs meg. Most mégis meglett. A fényképfelvétel az egyetlen objektív bizonyíték. Ami azon látszik, az úgy volt, hiszen fényképfelvétel, valószínűleg nem manipulálták, nem nyúltak bele. Tehát amit ott látunk, az a történeti tényállás objektív leképezése. Most ez az objektív leképezés az ítéleti tényállása semmilyen módon nem fér össze.
Tehát olyan fényképfelvételek vannak, amik ott nem lehetnének. Ott vannak vérnyomok, ahol nem kellene, hogy legyenek, és ott nincsenek, ahol viszont mindenképpen kellene, hogy legyenek. Illetve lábnyomok vannak olyan helyeken, ahol az ítélet szerint nem lehetnének, és nincsenek ott, ahol viszont az ítélet szerint kellene, hogy legyenek. A nyomozati anyag szerint egyetlen adatból derül ki az, hogy a sértetnek a szervezetében kívülről bevitt GHB-t szerepelt, az a hányadék mintának a tartalma, hiszen az orvosi szakvélemény alapján a gyomortartalomba csak és kizárólag külső bevitellel kerülhet ez az anyag. Na de ha nem külső bevitellel a gyomortartalomba került, hanem a vérben volt, és a vér szennyezte be az anatómiai mintát, akkor onnantól kezdve az anatómiai minta értékelhetetlen. Mert hogy a helyszíni fotókból egyértelműen kiderül, hogy a hányadék mintába a szúrt sebből vér kerülhetett, így egyáltalán nem bizonyítható az, hogy a drogot Ágnes tette a férfi italába. A helyszíni fotókat egyébként azért nem mutathatom meg, ugyanis végignéztem mind a 284 darabot, mert ezek a fotók a perújítási anyag részét képezik, ami által azok nem hozhatók nyilvánosságra. Az elmúlt időszakban önök közül rengetegen kérdezték, hogy mi lehet most Kertész Ágnessel, illetve miért nem történik semmilyen előrelépés az ügyében. Most erre is választ adunk. A 4 hónapot azért úgy kell értelmezni, hogy ítélkezési szünet van nyáron. Tehát a július közepétől augusztus végéig, konkrétan augusztus 21-ig az ítélkezés csak egyes ügyekben történik. Nyilván mindenki szabadságra megy, ez egy olyan időszak, hogy annyira nagyon intenzív munkát azért a bíróságtól sem lehet várni. Mi folyamatosan dolgoztunk ebben a témában, tehát az, hogy még ennyi idő alatt akkora nagy előrelépés nem történt, ez nem egy kétségbejtő dolog, ettől még reménykedünk a legjobb eredményben. A remény az mindig van, és próbálok belekapaszkodni, még hogyha egy pici van még akkor is. Nem könnyű. Annak tudatában sem, hogy ismételten azt tudom mondani, hogy milyen bizonyítékok állnak mellettem, és mik azok, amelyeket figyelmen kívül hagytak. Én még mindig abban bízom, hogy ezeket a bizonyítékokat valahol egyszer figyelembe fogják venni, és számítani fog az, hogy engem effektív úgy ítéltek el, hogy nem nekem kell itt lenni. A köztársasági elnöki hivatal nem adhat ki információt folyamatban lévő kegyelmi kérelmekről. Ágnes viszont kapott egy értesítőt az igazságügyi minisztériumtól, amelyben az áll, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának a félbeszakítását ugyan elutasították, de a kegyelmi kérelmének az elbírálása folyamatban van. Az, hogy elmeséli egyik-másik sorstársam, hogy hogyan alakul az élete, illetve a kintiekkel, a családjával a kapcsolata, az úgy felvet bennem is kérdéseket, hogy vajon ez nálunk hogy fog alakulni, és nálunk van majd olyan, milyen lesz. Akinek esetleg megszakadt a kapcsolata? Persze, itt mindenre van példa, olyan is, aki 3 év után még együtt vannak a párjával, és folyamatosan tartják a kapcsolatot, és találkoznak havonta, meg nyilván olyan is van, akinek kevés idő után megszakadtak a kapcsolatai. De hát itt mindenre van példa, és meg kell tanulni ezeket is helyén kezelni saját magamban. István Ágnes párját is bemutattuk már önöknek. Itt éppen azokat a leveleket olvasgatta közös otthonukban, amelyeket Ágnestől kapott a börtönből. Azóta is munka után minden egyes nap rohan haza, és reméli, hogy a postaládájában újabb levelet talál. Nehéz, nagyon ez a helyzet. Mondhatnám, hogy emberpróbáló, főleg a kapcsolatunkra nézve. Erről beszélgettünk is Ágival. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz itt bent, főleg. Mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Ezek a képeslapok Ágnes születésnapjára érkeztek, ami nemrég volt. Folyamatosan ezeket, illetve a heti napló riportjaihoz érkezett kommenteket olvasgatja, amelyeket a párja István nyomtatott ki és vitte be neki. Ágnes külön megkért arra, hogy ha lehet, szeretné megköszönni mindenkinek a támogatását, így szeretném, ha ezt önök is tőle hallanák. Amellett, hogy nagyon hálás vagyok, hatalmas köszönetet szeretnék mondani mindenkinek,
és hát nem adom fel. Mindenki erre buzdít, hogy kitartást, és velem vannak, és tartsak ki. Nehéz kitartani. Nehéz, persze, viszont azt a több száz kommentet olvasni, hozzászólást, és azokat a személyes megnyilvánulásokat, hogy kinek milyen sors közössége van az én történetemmel, megrendítő olvasni. Ágnes a börtönben jelenleg a varrodában dolgozik. Hajnali 4:30-kor van ébresztő, 2-ig tart a munkaidő, majd ebéd, utána pedig próbál annyi szakkörre elmenni, amennyire csak bír, ezzel is elterelve a gondolatait. Volt-e olyan pillanat itt bent, amikor úgy visszapörgetted magadban az eseményeket, vagy esetleg olyan dologra gondoltál, amit másképp csináltál volna az életedben? Igen. Mivel rengeteg szakirodalmat is olvasok, személyiségzavar, meg családon belüli erőszak témájában, ezért bizonyos szinten tudatosodik az bennem, hogy talán abban hibáztam, hogy észre kellett volna vennem, hogy milyen jelei vannak a személyiségzavarnak. Viszont azt sajnálom, hogy erről nem volt semmilyen információm. És talán, hogyha lett volna erről ismeretem, hogy ez micsoda, akkor lehet, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe. Hibáztattad magad sokáig? Igen, az eset után hibáztattam magam, és elég nagy lelkiismeret furdalásom volt, hogy amiatt, hogy én nem vettem ezt észre időben, az egész családom, a gyerekem szenved, a szüleim, a családom, és körülöttem lényegében mindenki, és azóta hány éve már ki kell, hogy tartsunk. Kertész Ágnessel sokszor forgattam már, önök is nagyon sok riportot láthattak már itt a Heti Naplóban az ő történetével kapcsolatban. Az önök kommentjei alapján nagyon jól tudom, hogy azt várják, ne legyen több riport, vagy ha lesz is, az arról szóljon, hogy Ágnes megkapja a kegyelmi kérelemre vonatkozó kérvényt. Hát egyelőre nem kapta meg, de nem is utasították el. Így a remény tovább él Ágnes számára. A Heti Naplóban Török Réka riportját látták.